Akik jártak, keltek a Kossuth téren mostanság, azok felfedezhették, hogy amióta a tér átalakult, azóta eltűnt valami, eltűnt az a bizonyos örök mécses, ami az 56-os forradalom lángját tartotta. Ennek a visszahelyezésért tartanak most egy demonstrációt a Kossuth téren, és a helyszínen ott van kollégám Simor Dániel, akivel ott van elvileg Mécs Imre. Jó estét, Dani! Szervusz, jó estét! Hát néhány mécses gyújtottak meg itt a hát demonstrálók vagy emlékezők, körülbelül egy olyan 50-60-an lehetnek, és ahogy te is mondtad, itt van velem Mécs Imre, akit 56-ban halálra ítéltek, szerencsére ezt megúszta, ezt az ítéletet. És azt kérdezem öntől, hogy miért fontos pontosan önöknek ez a mécses, és mit szeretnének, hogy visszaállítsák ide, vagy hogy valahova máshova, pontosan mi a cél? Rendkívül fontos, hiszen a forradalomnak az évfordulóján 96-ban Göncz Árpád javasolta, hogy nem kellene különböző nagy monumentális emlékműveket építeni 56 emlékére, hanem legyen egy nagy láng, egy fáklya, ami egész évben ég, és a forradalom napjaiban, emléklapjaiban 12 napon keresztül pedig hatalmas lánggal ég. És utána az év többi szakaszában napjai pedig visszafogottan. És ez nagyon megtetszett mindnyájunknak. Az 56-os Emlékbizottság az én elnökletemmel ezt megszervezte, pénzt gyűjtött rá, adakozásból összejött az egésznek a költsége, és sikerült fölállítanunk október 22-ére, és utána szokássá vált, és több mint 10 éve keresztül 22-én a diákság mindig Göncz elnök részvételével fölgyújtotta a lángot, és telerakta mécsesekkel a szobor talpra, tehát belakták a szobrot, a lángot, és utána pedig november 4-én pedig lecsavarták takarékra lángot, és egész évben itt jelezte a forradalomnak a létét, a forradalomnak az emlékét. Ezt utána 12-ben, amikor körülkerítették a teret, és nagy átalakításokat végeztek, minden hozzájárulásuk nélkül eltüntették. Ezt ugyanis az 56-os Emlékbizottság hozta létre közalakozásból, és ezt átadtuk a köztársaság elnökének, Göncz Árpádnak, maga is lévén életfontos 56-os. Erről lehet tudni valamit, hogy most hol van ez a mécses, vagy ez a láng? Ez most nyomozzuk, és nyomra jutottuk, majd holnap, ha meggyőződtük személyesen, akkor föl fogjuk fedni ezt, és elmondjuk a Magyar Fuzsérának az érdeme, hogy ennek utána járt. Tehát akkor többet tudunk mondani, és azt akarjuk, hogy ez igazi közügyé váljon. A magyar népnek, a magyar társadalomnak, a magyar embereknek ez alapvetően fontos, hogy az ország főterén ez az 56-os örökláng legyen. Újból ott legyen, ugyanúgy abban a formában, ahogy Lugosi Mária művész ezt gyönyörűen megalkotta. Mécs Imrének nagyon-nagyon szépen köszönjük, és hát akkor holnap kiderül, hogy hol is van ez a láng, és hogy mi lesz vele, az még a jövő zenéje természetesen a Szóval Stúdiója. Köszönöm szépen, Dani!